Négy szócskát üzenek. Ez a címe Kántor István az évfordulóra készített filmjének, amely Kölcsöly Ferenc munkásságát és a himnuszt mutatja be. A költeményt éppen 200 évvel ezelőtt 1823. január 22-én fejezte be írója Szatmár Csekén. A himnusz mindent megtestesít, ami a magyarság számára fontos volt évszázadokon át. Mondta 35 Perc című műsorunkban Szilágyi László, az Rényi Ilona Gimnázium kutatótanára. Amit most mondok, azt majd a kollégák hát vagy felfigyelnek rá, vagy nem, mert több előképe is van ennek a versnek, tudjuk a 16-17. században, és úgy mondjuk, hogy, hogy egy törökkori prédikátor helyzetében képzeli magát kölcsön, és azt mondja, hogy mit ért meg eddig ez a nemzet és így, így, így veszi sorra a tablót, ott, ott vége is van, tehát ugye egy utal jelenre, de tulajdonképpen a török korral vége a történelmi áttekintésnek, és azt mondja, hogy Isten áld meg a magyart, te vagy a történelem ura, te adtál jót, bőséget, ezt a kánaánt, de mi bűneink miatt elvesztegettük a lehetőséget, a kincseket, mi mégis hozzád fordulunk. A végén már csak szánalmat kér. Nincs semmi, ami, ami fogúzót jelenthetne. Úgy tűnik. Sem történelem, sem ember. De Isten igen. A himnusz ugyan fordulópont volt kölcsei költészetében, de a mű csak később vált ismerté először hat évvel megírása után 1829-ben jelent meg, és a kilenc évvel később 1832-ben jelentette meg saját kötetében Kölcsei Ferenc. Megzenésítését pedig meg sem érte a költő, aki 1838-ban hunyt el, a dallamár pedig 1844-ben írta meg Erkel Ferenc. A himnuszunk a kereszteződések himnusza. 44 európai himnuszt ö, sikerült egy szoftverrel összehasonlítanom. A magyar himnusz nem a melankóliájával és a negatív szavak arányával tűnik ki egyébként, hanem a pozitív és a negatív szavak e, arányával, és még egy a metafizikai és a fizikai jellegű e, szavak magas arányával. E, csak az első versszakban Isten állt balsors, így tovább. Tehát e, a kereszteződések himnusza a nagy ellentétek meghaladásának a himnusza akar lenni, és ahogy költség életében is fordulópont volt, a himnusz igei formája hymneo azt jelenti, hogy ünnepelni, új évkor. Gyakorlatilag a, 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 egyházi új évkor lehetőséget adott költségnek is, és aztán minden évben szilveszterkor énekeljük, senki nem mondja, hogy, hogy énekeljük, felállunk, hogy újra teremtődjön az idő, újra teremtődjön a tér. A himnuszra és kölcseire nem csak az új film hívja fel a figyelmet. Egész évben szerveznek programokat a himnusz földjén, Szabolcs-Szatmár-Berekvár